Tudatos fejlesztéseken van túl az év első felében PASZAB. Olyan intézmények újultak meg vagy épültek, amelyek nagyban javítják a településképet és a helyiek életminőségét, közölte Tajti Péter polgármester. A terület és település fejlesztési operatív program pályázatait 2016-ban nyerte el az önkormányzat, legutóbb a felújított református parókia épületét adták át. A református templomot még 2016-ban újították fel. A parókia épületének korszerűsítése már akkor terve volt az egyháznak és a település vezetésnek. Ezt a református egyház nyerte el ezt a támogatást, de nagyon szorosan összefonódva az önkormányzattal, és nagyon sok segítséget adtunk nekik is, meg ők is nekünk a mi beruházásainkba. Én úgy gondolom, hogy most a település főutcája már most egy olyan képet tud mutatni, ami egy igazi rétközi településre jellemző, amik megelőzték ezt a beruházást is, és ez a hálaadó istentisztelet nem is igazán nem csak a parókiáról szólt, hanem valóban hálát tudtunk adni azért az elmúlt 3 évért, amikor minden beruházásunk meg tudott valósulni a településen. Az elmúlt években a település legjelentősebb beruházása a bölcsőde építés volt. A gyermek létszámmal nincs probléma PASZABon, közölte a polgármester, így egy 2 csoportos, 24 férőhelyes intézményt építettek. Ezt május elején adták át, de a védőnői szolgálatot is korszerűsítették, illetve a 100 éves polgármesteri hivatal épületét is felújították. A településen így már biztosított a bölcsődei, az óvodai és az általános iskolai ellátás is. A járás településeivel megállapodást kötött az önkormányzat, és így Ibránytól egészen Gála Vencselőig hozhatják hozzánk a gyermekeiket, ha nálunk még van férőhely. De azt tudom mondani, hogy nagyon sikeres, hiába nyári időszakban indult el a bölcsőde, július 1-ével, már félházzal működtünk július végére, és most azt tudom mondani, hogy szeptemberben már ez egy teljes ellátottságú, teljes férőhely kihasználtsággal fogó működő épület lesz. Az új bölcsőde 7 embernek biztosít munkalehetőséget. Az ehhez hasonló munkahelyteremtő beruházások szintén a település megtartó erejét növelik, tette hozzá a polgármester. PASZAB a közeljövőben a Magyar Falu program forrásaiból fejlődhet. Hamarosan elkezdődik a bel- és külterületi utak felújítása, de sporttelepeket is létrehozna a település vezetés. Erre már konkrét terveik is vannak.